köszöntöm Önöket. Mai vendégem egy fiatal, csodálatos hangú énekesnő, aki már 9 éves korában a színpadon állt, most pedig a férjével közös zenekarukban, ő a szóló énekes. Nemrég megjelent első lemezük, többek között ezekről fogunk ma beszélgetni. Vendégem Sárdi Tiffany, köszöntelek a stúdióban, Tiffany. Nagyon örülök, köszönöm, hogy itt vagy. Lehetek. Tiffany, tehát énekléssel, zenével foglalkozol, és a családodon keresztül kerültél kapcsolatba a zenével, de nem a szokásos módon. Hogy is volt ez a történet? Igen, hát nálunk senki nem zenész a családban, viszont apukám hangtechnikus és hangosító cégük van, és hát annak ellenére, hogy senki nem zenélt otthon, folyamatosan zenészekkel voltunk körülvéve, én is, meg a tesóim is, mert minden hétvégén, ahol apáik hangosítottak, elmentünk velük oda, és ott voltunk a színpad körül, ott játszottunk, rengeteg zenészt ismerhettünk meg, meg közeli barátaink is zenészek így a munkájuk által. Még azt is mesélted nekem, hogy a színpad mellett homokoztatok, tehát gondolom akkor sokat voltatok ezeken a helyszíneken. Igen, hát egészen pici korunktól anyáik mindig próbáltak úgy dolgozni, meg úgy elmenni hétvégékre, hogy minket magukkal vittek. Aha. És akkor hát ott játszottunk, igen, színpadon, színpad alatt, színpad mellett, amennyire így, hát amikor szabad volt, akkor szerettünk ott lenni mi is. Akár felmászni a színpadra. Igen. Az lehetett a legizgalmasabb, gondolom. Na hát szóval fizikailag közel voltál a zenészekhez, de mikor volt az, amikor te magad is kedvet kaptál ahhoz, hogy ezzel foglalkozz? Én már óvodában elkezdtem énekelni, hát ilyen népdal versenyekre járni, amit akkor annyira nem szerettem, de így utólag hálás vagyok, hogy már ilyen korán elkezdtem éneket. Hát ha nem is tanulni, de már így ennyire korán kellett gyakorolnom a versenyekre. Szóval óviskorodban már énekeltél, és a bevezetőben említettem, mert hogy mesélted nekem ezt a sztorit, hogy 9 éves korodban már színpadon énekeltél. Ez milyen történet volt? Szabó Előd, ő a Titán zenekarnak az énekese, és már egészen pici koromtól, neki minden karácsonykor volt egy ilyen karácsonyi turnéja, amit otthon Erdélyben tartottak, és egyszer felkért, hát igazából a szüleimet kérték meg, hogy nem engednének el engem, hogy énekeljek én is egy dalt vele, és akkor ilyen meglepetésként énekeltem, ami nekem akkor így annyira nem tudtam felfogni, hogy mi történik, csak attól féltem a legjobban így 9 évesen, hogy vagy megbotlok a kábelekben, vagy hogyha elkezdek csuklani a dal közben ott a színpadon és néznek, úgyhogy az volt az első ilyen élményem. Pedig hát gyakorlott voltál a színpadon mászkálásban, gyanítom. Igen, de így mégis más volt. És hogy tudtad legyőzni a lámparázadat? Hát akkor egy zenész azt javasolta nekem, hogy képzeljem azt, hogy káposztafejek ülnek ott, és azoknak kell énekelni, de ez hát akkor se segített, meg így azóta már így jobban szeretem elképzelni, hogy valóban emberek vannak ott, meg nem kizárni őket, de akkor ezt a tanácsot kaptam. De aztán vicces volt, mert még valami káposztafejek tényleg fel is bukkantak. Igen, úgy volt, hogy ahogy az egyik helyszínen mentünk volna be az épületbe, ahol volt a koncert, ott pont valaki káposztákat ütt, és akkor nevették a zenészek, hogy ezt nekem hozzák a koncertre. Akkor egy életre megjegyezted ezt a káposztafejes történetet, tényleg ezt szokták mondani. Szóval éneklés, tehát akkor ez már óviban elkezdődött, de aztán tanultál hangszert is. Mi az, amit végül a kezedbe vettél? Ötödik osztályos voltam, amikor elmentem felvételizni a művészetibe, otthon Marosvásárhelyen, és akkor klasszikus gitárszakra jelentkeztem, és egészen 8. osztályos koromi klasszikus gitár tanultam. Tehát klasszikus gitár. Hát ez azért nem áll túl közel ahhoz, amit most csinálsz. Mennyire szeretted ezt a klasszikus vonalat? Nem volt a szívem csücske, és így azt hittem, hogyha majd gitározni tanulok, mivel még előtte nem tanultam zenét, azt hittem, hogyha majd gitározni tanulok, akkor az ilyen tábortüzes gitározás lesz, és azt otthon próbáltam is, de hogy így nem nagyon tudtam összeegyeztetni azzal, amit az iskolában tanultam, és akkor így emiatt aztán 9. osztálytól énekre mentem. Meg mellette végig tanultam zongorát is, az kötelező volt, és így most picit
picit tudok gitározni, meg picit tudok zongorázni, aha, de hogy így az ének az, ami végig. De azért most is kezedbe veszed még a gitárt? Igen, igen, szoktam. Nem szoktam dicsekedni vele, de szoktam otthon gitározni, aha, igen. Na, szuper. Már említetted, hogy Marosvásárhely, tehát Erdélyből származol, és tudom azt, hogy ott jártatok egy kis gyülekezetbe. De hogy kezdődött ez az egész gyülekezet sztori a családodban? Mert ugye sokszor vannak itt fiatalok a műsorban, és akkor megkérdezem, hogy hát hogy is volt ez, hogy megismerkedtek Istennel, és akkor általában úgy kezdődik a történet, hogy keresztény családban nőttem fel. De neked viszont nem így kezdődött a történetet. Hogyan kerültetek kapcsolatba Istennel? 8 éves voltam, amikor anyukám megtért, és akkor ő így folyamatosan mesélt nekünk Istenről, meg így, hát nem keresztény családba születtem, de úgy azért már mégis elég korán elkezdtem hallani az Úrról, és amikor kicsit később aztán elmentünk egy keresztény táborba, ahova úgy kerültünk el, egy nyári táborba, hogy apát felkérték hangosítani. Aha. És hát őt annyira nem lehetett elcsalogatni egy keresztény táborba, úgyhogy akkor menjünk el a családdal egyet egy táborba. De úgy, hogy dolgozni menjen, az már úgy szimpatikusabb volt neki. És akkor következő nyáron, mikor szintén elmentünk ugyanebbe a táborba, és ugyanúgy apa ment hangosítani, akkor én már bemerítkeztem. Wow. És rá kis időre elkezdtem dicsőíteni is a gyülekezetben, uh-huh, apa elkezdett a gyülekezetben hangosítani, és akkor így belefolytunk így a gyülekezeti életbe. Aztán. És uh-huh, utána tért meg így az egész család. Sorba az egész család. Igen. És nálad hogy jött el ez a döntés? Mert hát azért akkor gondolom otthon ez nem volt egy egyértelmű történet, mert mondod, hogy apukád azért kicsit vonakodott még, anyukád már elkötelezett volt, elszánt volt, és te hogy tudtál dönteni? Az elején nem volt túl egyszerű, mert otthon voltak ilyen kisebb-nagyobb harcok ezzel a gyülekezet bejárással kapcsolatosan. Apának nem volt így ez a legszimpatikusabb, és amikor arról volt szó, hogy a dicsőítésben szolgáljak, akkor nem is tudom pontosan miért, csak emlékszem, hogy ezt annyira nem szerette volna. És azt gondolta, hogy még fiatal vagyok, és hogy ez ne ad legyen, hogy én most valamibe így belekezdek csak úgy. És hát valahogy úgy alakult, hogy nem tudom, hogy mikor fordult át ez a dolog, de kicsivel később már apa is ott volt, és ő hangosította a dicsőítést. Úgyhogy így kerültünk el oda. De mennyire jó, hogy ezen keresztül aztán őt is sikerült, igen, behúzni. És akkor később ő is meghozta a döntést, Isten, igen, mert az mennyi idő volt? Tehát akkor mennyi időről beszélünk, ezek a harcos időszakok? Hát szerintem ez ilyen talán 1-2-3 év, aha, volt, amíg így eljutottunk oda, hogy egyáltalán nem akarta, meg nem engedte oda, hogy már ő is ott szolgált. Aha. És hát nem csak, hogy ott szolgált, hanem tudom, hogy a Debreceni Dicsőítőiskolában most ők szállítják és működtetik az egész színpadtechnikát, jól mondom? Igen, igen. 14 éves voltam, amikor először eljöttem dicsuliba, akkor még csak én egyedül, és következő évben eljött az egész család, és rá egy évre már ők hozták a technikát, szóval ez is ilyen nagyon elég gyorsan pörgött, igen. Aha. Akkor teljes szívvel ott vannak most már a szolgálatban. Igen. Meg az úrral is ezek, igen, szerint. Hát ez azért nagyon jó, nagyon klassz. Na, és hát akkor térjünk most rá erre a Tamás történetre, aki a férjed, annak ellenére, hogy ennyire fiatal vagy, már másfél éve vagytok házasok, ha jól tudom körülbelül. És hát mondod, hogy apukád eleinte nem annyira volt ott a történetben, illetve hát a szolgálat előbb beszippantotta tulajdonképpen, mint az, hogy ő itt döntött volna Isten mellett, és hát hasonló a férjednek a sztoria is, de hát kezdjük akkor az elején, mert az előbb mondtad, hogy Marosvásárhely, meg ugye beszéltünk róla, hogy Erdély. Hogy került Tamás Marosvásárhelyre? Mert ha jól tudom, ő nem onnan származik. Igen, Tamás Segesváron született, és Magyarországon tanult, mert zenesulit végzett, és Magyarországon fejezte be az iskolát,
És amikor végzett a sulival, akkor vásárhelyre került egyetemre. Ott tanult tovább, és úgy ismerkedtünk meg, hogy a suliban, ahol éneket tanultam, ő kísért le zongorán, őt hívták be, hogy lekísérje az énekeseket, és akkor találkoztunk először. És akkor hány éves voltál? Ez még általános iskola, ugye? Nem, de. Igen, igen, akkor 9. osztályos voltam. 9. Nem, várj, bocsi. Szóval az általános iskola az 5-8. Igen. Tehát igen, itt még 8. osztályos voltam. 8-os voltál, 14 éves körül. Igen, 14 éves voltam. És akkor meg is, ott egyszer csak felbukkant ez a srác. És milyen, mint kísért, vagy hogyan zongorán? Igen, zongorán kísért. És ez valami iskolai belőadás. Igen, ez egy ilyen ambíció. És hogy került oda? Ezt nem tudjuk, hát őt kér, hát az énektanárnő őt kérte fel, hogy lekísérjen minket. Aha. Na és hát itt elhangzott egy érdekes mondat, ami hát nekem nagyon megütött a fülemet, amikor beszélgettünk a műsorát, egy 14 éves kislánynak a szájából. Mondtál valamit az anyukádnak Tamással kapcsolatban? Igen, amikor lejárt a próba, akkor találkoztunk először, és akkor anya jött értem, és kérdezte, hogy milyen volt, hogy sikerült, tudta, hogy most nem alappal fogok énekelni, hanem valaki majd lekísér, és hogy ezt hogy éltem meg, vagy milyen volt. És akkor nem tudom, hogy mi miatt, meg hogyan, de anyának mondtam, hogy ha nem veszel feleségül, akkor én nem megyek férjhez. És hát aztán így történt. Tehát 14 éves voltál, Tamás meg akkor kezdte, gondolom, a... Igen, Tamás 19 éves volt. Az, abban az időben azért ez még nagy korkülönbség. Igen. Tehát akkor még kicsi lány, meg nagy fiú. Igen. Na jó, szóval elhangzott egy ilyen mondat, meg nyilván volt mögött egy gondolat is, meg egy érzés. Mit szólt anyukád először is? Anya elég sok minden a nevet, meg így viccesen veszünk dolgokat, de valami miatt akkor így megkérdezte, hogy akkor én most zongoristát keresek, vagy férjet itt 14 évesen. és ez nekem nem egy olyan kijelentés volt, hogy én ezt most nagyon komolyan gondoltam, én szerintem csak ki akartam fejezni, hogy annyira kedves volt, meg úgy játszott, hogy én még előtte mást úgy nem hallottam hangszeren játszani, és akkor nekem ez, szerintem ez válthatta ki belőlem ezt a gondolatot. De jó. Szóval, hogy a hangszeres dolog is nagyon megérintette, ahogyan játszott, és gondolom, ahogyan együtt tudtatok muzsikálni, nem? Tehát igen, ez biztos nagy élmény lehetett. Meg hát egy kedves srác volt, és akkor 14 éves lányban ez a gondolat jött létre. No, és ezt elmondtad Tamásnak is amúgy? Nem. Hát ez úgy furcsa lett volna. Nem, meg hát ez aztán nem is volt téma, ezt csak így anyának megemlítettem az autóban, hazafele ő meg így mondta, hogy jó, akkor csücs. És menjünk tovább, mi lesz a délutáni program? Igen. No jó, és akkor hogy ment tovább a történetetek? Akkor maradjunk már ennél a Love Stories résznél. Hát többet zenéltünk utána együtt. Volt, hogy a suliban volt farsang, és akkor megkértem, hogy jöjjön el, kísérjen le. Meg hát ilyen különböző előadások voltak a városban, és pont úgy alakult, hogy akkor együtt mentünk oda el, és együtt zenéltünk. És aztán ez, hogy így többet találkoztunk, elkezdtünk beszélgetni, és ilyen igazán nagyon jó barátok lettünk. De hát ezt így Tamás közölte, hogy tehát én nagyon szép lány vagyok, kedves, szimpatikus, de hogy nagyon pici. és akkor így... Hát barátkoztunk. De várjál, ezt miért mondta? Felmerült, hogy lehetne más is? Vagy? Hát igen, mindketten szimpatikusak voltunk így egymásnak, meg ő is aztán tudta, hogy így tetszik nekem, meg én is neki, de ez nem lett tovább gondolva, mert hogy így tényleg így 14-19 éves, az így elég nagy, az az 5 év, igen, az így elég nagy korkülönbség, igen, és akkor ott ez még így. Később, igen, aztán már, te jó ég. Ennél sokkal nagyobb korkülönbséggel is működnek dolgok. Na, de azt mondod, nem lett tovább gondolva, de valamikor aztán csak tovább lett gondolva. Mikor? Már nem emlékszem pontosan, hogy ez így hogy alakult, de mi folyamatosan beszélgettünk, aztán voltak időszakok, hogy így Tamás, mivel Segesvári elég sokat volt ott is, meg vásárhelyen is, és volt, hogy találkoztunk, volt, hogy csak így üzenetben beszéltünk, de már 9. osztályban úgy mentem, hogy Tamás a barátom volt. Hű, hát akkor azért ez elég gyors volt. Egy év gyakorlatilag. Igen, egy év. Egy év barátkozás. És akkor már úgy látszik, úgy gondolt, hogy már nem vagy annyira picike. Vagy annyira megszeretett, hogy mindegy volt neki. Igen, ez,
Ez inkább olyan volt, hogy így már akkor az így megbeszéltük, hogy így mindketten komolyan gondoljuk, és nem egy ilyen... Nem, volt időnk gondolkodni rajta. Óriási. És mit szóltak az osztálytársaid? Mert hogy 9-ben azért még nem olyan sok lánynak van komoly kapcsolata, és te nyilván komolyan gondoltad. Gondolom, ezt el is mondtad a barátaidnak is. Nem különösebben érdekelt, hogy így mit szólnak, vagy így nem emlékszem, hogy ez így nagyon téma lett volna. Hát így már mindenki erre fel volt készülve, mert az összes lány barátnőm nagyon tudta, hogy nekem nagyon tetszik Tamás. és ezzel anyáik is tisztában voltak, úgyhogy senkit nem ért váratlanul. De jó. Viszont akkor menjünk is tovább ezen a szálon, aztán majd rátérünk a közös zenélésre is. Mert hogy 15 éves voltál ekkor, és ha én jól számolom, akkor 19 évesen már hozzá is mentél Tamáshoz. Hogy repült el ez a 4 év, és hogy tudtad ilyen fiatalon meghozni ezt a döntést? Azzal együtt, hogy 4 év már mögöttetek volt, azért a 19 év, az mégiscsak fiatal. Egy hónap hiány 20 voltam, úgyhogy annyira nem voltam fiatal. Nem, tényleg, én amikor egészen pici voltam, én akkor mondtam, hogy 20 évesen szeretnék férhez menni. Nekem voltak ilyen kijelentéseim. És ez amiatt volt, mert anya is 20 éves volt, amikor férhez ment. És annyira szeretem, hogy ilyen fiatal szüleim vannak. Tényleg nagyon fiatalok. Meg azt, hogy látom, hogy szeretik egymást, meg hogy milyen jó, hogy ilyen korán elkezdték közösen alakítani az életüket, hogy szerintem ez volt az, ami miatt ez bennem így megfogalmazódott, és amikor Tamással már alapból, hát amikor összejöttünk, már akkor tudtuk, hogy ezt így csak komolyan lehet gondolni. De jó. Akkor ez így nem volt, wow. ez sem ért senkit váratlanul. És hol volt az esküvőtök? Ott van Marosvásárhelyen. Marosvásárhelyen. Akkor az összes barát, rokonok, mindenki. Igen. Ott volt lenne az esküvő. Igen. Már itt laktunk Magyarországon, de hát az esküvő az otthon volt. Az esküvő otthon volt, de jó. Akkor térjünk vissza a zenéhez, mert körülbelül ugye 14 éves korodig követtük eddig a zenei pályádat, amikor is aztán bejött Tamás a képbe, és elkezdtünk egy kicsit love story-zni. De hogy aztán hogyan ment tovább? Középiskolában is gondolom tanultál még zenét. Ez hogy ment? Hát a 8. osztályt, amikor befejeztem, akkor a gitározás az így ezzel egyetemben is maradt, és 9. osztálytól már énekre mentem. Éneket tanultam. Az első év az klasszikus ének volt, és utána meg pont akkor nyílt könnyű zene jazz énekszak a suliban, és akkor már azon fejeztem be. Wow. Középiskolában már egészen alakult az, hogy milyen irányba, melyik zenei irányzat, ami neked jobban passzol, és aztán mentél tovább az egyetemre, és most mit tanulsz? Igen, most a Kodolányi János Egyetemen tanulok, Székesfehérváron a jazz tanszakon éneket. Akkor most már egészen leszűkült jazzre, vagy azért ezt nem mondhatjuk? Hát igazából most már hivatalosan modern zenei tanszék, és ez így olyan, amiben így nagyon... Ebbe úgy érzem, hogy ebbe így bele tudok illeszkedni, mert nem kimondottan jazzzenét hallgatok, meg nem is azt énekelek, hanem inkább így a popzene fele hajlok. Oké. Mikor beszélgettünk a műsor előtt, akkor, és említetted, ugye csak röviden végigbeszéltük az életed főállomásait, és amikor mondtad a Kodolányit, akkor azt mondtad, hogy ezzel kapcsolatban megtanultad azt, hogy mennyire fontos mindent az Úrra bízni. Kifejtenéd ezt? Mert nem teljesen tudtam hova tenni, hogy miért volt ennek akkora jelentősége az egyetemmel kapcsolatban? Amikor befejeztem a 12. osztályt, vagy hát még így a vége fele, tehát amikor egyetemet kellett választani, akkor mindenképp tudtam, hogy zenét szeretnék tanulni, de nem tudtam, hogy hol, meg pontosan melyik országban. Ja, igen. Igen, úgyhogy több minden szóba került, és már ott volt, hogy már nagyon kellett volna jelentkezni, meg jött a felvételi időszak, és én jóval előtte izgultam már, hogy hova fogok menni, mert volt, aki ezt mondta, volt, aki azt, én ezt éreztem jónak, de az túl messze volt, vagy... És akkor így rengeteg kérdés felmerült, és nem tudom, hogy így ezt így az Úrra bíztam, és
többen mondták, hogy ez ki fog alakulni, nem kell ennyire rágörcselni, de hát akkor ez ilyen hihetetlennek tűnt, hogy ez most hogy engedjem el, mert nagyon hát szorított a határidő. Valamit csak be kell írni. Igen, igen. És ezt mai napig nem tudom, hogy hogy kerültem erre az egyetemre, mert így valahogy ez csak így egyszerűen kialakult, hogy amikor kellett, akkor már biztosan tudtam, hogy ide szeretnék menni. Jó. És akkor ez volt már az első helyen, meg a gondolataimban is, meg igen. a listádon is. Igen, csak ide próbáltam meg felvételizni, és ez sikerült is, és így nagyon örültem, hogy így mire kellett, így letisztult, hogy hova kell menni. Jó. És akkor most vagy harmadéves? Igen, most vagyok végzős. Az alapszakot most fogod befejezni. Na hát, akkor megint visszamegyünk egy picit a zenei sztoritokba, a közös zenei sztoriba, mert már ugye említetted, hogy Tamás kísért, meg elhívta, stb., de aztán elkezdtetek együtt is zenélni. Ennek mi a története? Hogy indult? Ez is szintén a 9. elején kezdődött el. Elkezdtünk ilyen kisebb vendéglőkbe, meg kisebb rendezvényekre járni, így ketten duóban, akkor Tifi és Tamás néven. De jó. Nagyon kreatívek voltunk, és ezt egészen, amíg befejeztem a 12. osztályt, addig csináltuk. Így volt olyan, hogy emlékszem, én délután jártam, mert a művészetiben úgy volt, hogy 9-12-ben már délután jártunk suliba, és emlékszem, hogy csütörtökön 7-ig még matek órán volt. És akkor szaladtam át, mert az út túloldalán volt az a vendéglő, ahol épp zenéltünk, és akkor szaladtam át, mert 7-től meg már játszottunk. Óriási. És csak annyi volt, hogy pont átléptem, és mentünk is zenélni, és ezt nagyon szerettem, mert nagyon sok mindenre megtanított, meg nagyon sok mindent tanultam Tamástól is. És mert ő már régebb óta zenélt, ő is egészen gyerekkorától nagyon fiatalon kezdett el zenélni, és akkor ez így nagyon... Nagyon rövid idő alatt sok mindent tanultam is tőle a zenélések alatt. Ő milyen hangszerekkel játszik? Ő zongorázik, de tanult basszusgitározni, meg dobol is. Úgyhogy, ott tartunk, hogy Tifi és Tamás, de most már máshogy hívnak benneteket. Hogy jutottatok el ehhez a mostani formációhoz? 2020-ban, amikor nagyon sok időnk volt, és nagyon sokat ültünk otthon, akkor elkezdtem saját dalokat írni, és már úgy éreztük, hogy így akkor ez már nem Tifi és Tamás, hanem akkor ennek kéne mégiscsak valami forma kéne ennek a dolognak, és akkor lettünk Hiding Place. Hiding Place. Igen. Magyarul azt jelenti, hogy? Hát rejtek hely, menedék. Uh-huh. De jó. És mi pont ez a cím? Biztos, hogy jelent valamit a számotokra. Igen, ennek ez több oldalról jött így ez az ötlet, meg több rétege van. Az egyik az, hogy nekünk elsősorban, hogy számunkra ez a zenénk, ez egy ilyen kis rejtekhely, meg úgy az, ami otthonunk, meg ugye hát így végig kísértem, mióta Tamást ismerem, azóta közösen zenélünk, úgyhogy ez eléggé szerves része a kapcsolatunknak, az együtt zenélés. És a másik meg az, hogy a dalaink nem csak dicsőítő dalok, de mindegyik. Tehát, hogy így ezt nem tudom kizárni belőle, és akkor így ott van elég sok dalban, meg a szövegekben. Ott van az Úrral való kapcsolatom is, és akkor itt meg az Úr a menedékünk, meg a másik, hogy szeretnénk, hogyha azoknak, akik hallgatják, azoknak is egy ilyen kis elbújós, menekülős hely lehetne a zenénk. Nagyon jó ez a gondolat, nagyon tetszik tényleg ez a menedék, mert ilyen is a zenétek, én is belehallgattam. És megjelent tavaly az első lemezetek, ahogy erről már beszéltem a bevezetőben, tavaly márciusban, ha jól tudom. Igen. Mielőtt beszélgetünk a lemezről, mindjárt hallgassunk is meg erről egy dalt. Melyiket fogjuk most bemutatni? Az I'm Here. I'm Here. Akkor nézzük meg ezt a klipet. Change the way you see the world.
mondjuk azt. I am here, vagyis itt vagyok. Miről szól ez a dal? Hogy íródott? Mert azt tudom, hogy te írod a dalok szövegét, de erről majd külön mesélj egy kicsit. Ez konkrétan miről szól? Ez egy elég nehéz helyzetben íródott, és ez ilyen, hát ilyen végeztelásként írtam Tamásnak, de ez, amikor egy autóbalesetben elvesztette a nagytatáját, és ez nagyon váratlanul érte az egész családot, és nem nagyon éreztem méltónak semmi vigasztaló szót, mert hát ez mindenkinek nehéz volt az az időszak. És akkor született a dal, emlékszem, egyedül voltam a szobámban, és akkor ezt a dalt pont gitáron írtam. Az olyan volt, hogy így leültem, ez a dalunk íródott a leggyorsabban, így leültem, és így egyből meg lett elejétől végéig a dal. És ez ilyen, hát ez volt az én, nem tudom, vigasztaló szavam. És arról szól, hogy így nem feltétlenül tudom, hogy mit mondjak, de imádkozom érte, és hogy csak szeretném, hogy tudja, hogy itt vagyok neki. De jó, csak hogy ott vagy. Hát ez a legnagyobb vigasztalás, azt gondolom tényleg ebben a helyzetben, hogy mellette állsz. De jó. Mondod, hogy ezt szeretted volna megosztani ebben a dalban Tamással, és olvasom már a Spotify-on, ahol ugye fent van a lemezetek, azt írjátok, hogy szeretnétek minden emberrel megosztani a történeteteket. Ez van ott a bevezető szövegben a lemezhez. Mi az, amit igazán szeretnétek a többi emberrel megosztani? Mert elmondtad, hogy ebben a dalban Tamással mit szerettél volna megosztani, de mi az, amit a többi ember felé szeretnétek közvetíteni? Amikor elkezdtem dalokat írni, akkor ez, hát nem tudatosan figyeltem arra, hogy akkor én most ezt valakivel megosszam, hanem csak így amik történtek körülöttünk, meg amit éreztem, meg amit megéltem, azokat kezdtem el írni, és mivel ezek olyan érzések, amiket szerintem mindenki érez, meg mindenki, hát mindenki átél hasonló dolgokat, emiatt így azt gondolom, hogy aki hallgatja a zenénket, az így együtt tud érezni vele, meg a sajátjának tudja érezni, hogy így nem feltétlenül az én történetemet hallja benne, hanem lehet, hogy a sajátját. De jó. Hallgattam a dalokat, és vannak olyan dalok, amik a szerelmeshez szólnak, ezek is nagyon szépek egyébként, és van, amikor azt érzem, hogy ez a szeretet, szerelem, amiről beszélsz, az Isten felé irányul. Ez hogy oszlik meg? Vannak ilyen dalok is, olyan dalok is a lemezen? Hát mivel mindenről írtam, ami engem foglalkoztat, meg szoktam írni, ez így nem, tehát hogy ebből így Isten nem maradhatott ki. És van egy dalunk, a Hargló, ami dicsőítő dal, és nem szándékosan nem éneklem ki benne Istent, vagy hogy így nem figyeltem szövegre, hanem ez csak így, mert nem szeretném azt, hogy így Istent mondjuk csak dicsőítő alkalmakkor, vagy gyűliben beszéljek Istenről, és akkor, hogyha elmegyünk koncertezni, akkor ott viszont egy teljesen más személy legyek, és így most van olyan dalunk is a lemezen, a Hardglow, ami Istenről szól. De jó. És ez koncerten is elénekled egyébként? Persze, igen. És meg el is szoktam mondani, hogy miről szól. De jó. És nagyon szeretem ezeket a helyzeteket, amikor nem feltétlenül olyanok jönnek el meghallgatni, akik az Istennel való kapcsolatomra kíváncsiak, vagy hogy egyáltalán nem is tudnak róla, és ott bizonyságot tudok tenni erről. De jó. Hát ez nagyon jó, hogy így megosztod akkor a szívedet, meg azt, hogy mi van benne. És az emberek gyanútan oda mennek egy koncertre, és sokkal többet kaptak, mint amire számítottak. Bízom benne. Na, ha már koncertről beszélünk, akkor tudom, hogy volt egy lemezbemutató koncertetek is. Ez hol volt, hogy zajlott? Ez tavaly márciusban, amikor megjelent a lemez, utána volt, március 17-én, otthon Marosvásárhelyen, és ez egy nagyobb felállással volt. Voltak backing vokálosok, még táncosok is voltak, voltak vendégek, Zolbert volt, meg szaxofonos, meg Vizi Imre volt, énekes,
meghívottunk, és nagyon hálásak voltunk, hogy ilyen nagy formában tudott megszólalni elsőre a lemezünk élőben. Akkor mutassunk meg ebből is egy kis részletet most, aztán majd folytatjuk a beszélgetést a koncerttel kapcsolatban. I'm tired of trying to live someone else's life. I'm tired of waiting for things to change. I'll take the chance every day to show who I am, 'cause I don't care, I have one life, I wanna live it right. Don't you wanna be true? Marosvásárhelyen volt a koncert, és ezt is olvasom a kis Spotify bevezetőtökben, hogy erdélyi gyökereitek vannak. Ugye hát erről már beszéltünk, de miért tartottátok fontosnak azt, hogy ezt oda is leírjátok? Hát mi most itt élünk Magyarországon, az egyetem miatt költöztünk ki elsősorban, mert hogy most itt tanulok, de ez, hogy most magyarországi vagyok, vagy otthoni vagyok, egy kicsit most egyelőre, egyre jobban kezdem azt érezni, hogy így mindkettő, meg egyik sem. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy hol vagytok otthon?
itthon vagytok otthon, vagy otthon vagytok itthon? Igen, ez úgy szokott lenni, hogy szoktuk beszélni Tamással, hogy akkor most megyünk haza, de úgy, hogy közben otthonról indulunk. Hát, hogy így van egy itthon, meg van egy otthon, mikor melyik, de hogy most nagyon sok otthonunk van. Te kettőt is lehet szeretni egyformán is akár? Igen. Igen, és emiatt is tartottuk fontosnak ezt, így visszatérve a kérdésedre, hogy emiatt tartottuk ezt fontosnak így kiemelni, mert ha azt mondanánk, hogy budapestiek vagyunk, akkor nem lenne teljesen igaz, de hogyha meg az otthont említeném, csak akkor meg, akkor meg az sem. Úgyhogy így erdélyek vagyunk most itt kint. Most itt kint, de jó. Ez nagyon klassz, hogy azokat a gyökereiteket is őrzitek, értékelitek, meg hát a szüleitek ott laknak. Neked azt igen. Tudom, Tamásnak is? Igen, neki Tamásnak is. Is. Tehát akkor tényleg úgy, ott is elég, van az otthon. Elég gyakran járunk haza. Gyakran mentek, nagyon igen. Klassz. Hát még egy dologról beszéljünk, mert hogy tavaly márciusban nem csak ez a lemez dolog indult el meg a koncert, hanem elindult egy másik történet is, ugyanis jelentkeztél a Voice-ba. Hogy kerültél oda? Kisebb koromtól már többen kérdezték, hogy miért nem megyek tehetségkutatóba, meg miért nem próbálom meg, de ezt így annyira nem éreztem a saját utamnak. Viszont, hogy most már megjelent a lemezünk, és így volt valami, amit el szerettem volna juttatni az emberekhez, és hogy minél többen megismerjék a zenénket, ezt így egy jó lehetőségnek láttam. És milyen élményekkel zárult neked ez a történet? Hogy élted át? Nekem egy nagyon, nagyon jó élményként maradt meg, és nagyon különlegesnek érzem azt, ahogy alakult, mert nem volt már hely, tehát egy utolsó között kerültem oda, és már nem volt hely, hogy tovább juthassak, mert egy hely volt, és egy fiút szerettek volna még oda, azt vártak. És ez... Én ezt nagyon úgy éreztem, hogy ez az Úr akarata volt, mert mielőtt feléptem volna a színpadra, ez volt a kérésem, hogy az Isten akarata legyen meg, és az a pár másodperc volt nehéz, meg akkor izgultam nagyon, amíg megtudtam, hogy mi miatt nem jutottam tovább. Viszont amikor elmondták, hogy amúgy tetszett a produkció, csak nem voltak már úgy helyek, akkor ezt én teljesen el tudtam fogadni, meg nagyon jó élményként éltem meg, megtetszett az, hogy ott voltam a műsorba, és tetszett is, de nem amiatt, mondjuk nem amiatt nem jutottam tovább, mert hogy nem szerették volna, hanem csak egyszerűen így alakult. Uh-huh. Volt egy magyarázat, és igen. Biztos egy jó érzés volt, hogy nem arról volt szó, hogy nem volt jó az, amit csináltál, hanem egyszerűen egy technikai oka volt ennek. Tényleg ez egy ilyen műsor, ugye hát mi is követtük, mert volt itt már Boris Szonya is a műsorban, aki szintén szerepelt, és ez egy izgalmas dolog, ahogy fogynak el a helyek, és jönnek még a csodálatos énekesek, és mindig ezen szoktam gondolkozni, ott a végén már mennyire nehéz. Igen, és én ezt úgy gondolom, hogy mivel ezt teljesen az Úrra bíztam, én nem gondolom, hogy ez valakinek nem lehet az útja, meg hogy ez nem egy jó dolog, csak egyszerűen nekem nem ez volt számba. Teljesen jó. Nagyon jó, hogy ezt így el tudtad fogadni, és békességgel tudtad lezárni. No, hát új dolgok is voltak az életetekben, vagy vannak tavalytól kezdve még ezeken kívül is, mert hogy Budapestre költöztetek, mert azt nem mondtad, hogy ugye nem itt laktatok, hanem Fehérváron laktatok. Gondolom az iskola miatt költöztetek oda, és tavaly óta vagytok budapesti lakosok. Hát milyen itt a fővárosban élni? Megtaláltátok az otthonotokat, ugye az előbb beszéltünk erről, de tudom, hogy nektek az is fontos volt, hogy gyülekezetet is találjatok. Igen, nagyon-nagyon vártam, hogy legyen egy szellemi otthonunk is itt Magyarországon, és mikor Fehérváron laktunk, már akkor is Budapestre az Agapé gyülekezethez jártunk vasárnaponként. De amikor felköltöztünk, akkor már rendszeresebben tudtunk gyülekezetbe járni, és akkor csatlakoztunk az Agapé gyülekezethez. És gondolom szolgáltok is ott, mert hogy mind a ketten dicsőítők voltok. Igen, a nyáron nyár vége fele csatlakoztunk, és rá kis időre már a dicsőítő csapathoz is csatlakoztunk, úgyhogy már ott szolgálunk mindketten. De jó. És amúgy dicsőítő dalokat is írsz, mert említetted azt, ami a lemezen van, de hogy születnek benned ilyen dalok? Igen, hát folyamatosan így ami foglalkoztat, arról írok, és hát... Az Úrral is elég sok
dalomban, amik még nem jelentek meg, meg így a Hiding Place-el nem kimondottan csak dicsőítő dalokat játszunk. Igen. Uh-huh. Meg, sőt, nem is, nem hogy nem csak, hanem eddig egy dicsőítő dalunk van, ami így az Úrhoz, meg az Úrról szól. De igen, születnek dicsőítő dalok is. De jó. Nem azért kérdeztem, mert hogy ez most valami elvárás lenne, vagy ilyesmi, mert szerintem, ahogy az előbb is mondtam, gyönyörűek azok a dalok, amiket a Hiding Place-el énekeltek, és egy igazi mély szeretetről, szerelemről tisztán énekelni, szerintem ez óriási érték. És az a szív, az lejön ezeken a dalokon keresztül, ami bennetek van, az a tisztaság, hogy ez lehet így is. Szóval szerintem ezek nagyon értékes dalok, ez félre ne ért, most valami elvárás, hogy kell dicsőítő dalokat is írni, de nagyon jó, hogy ilyeneket is írsz, és hát nagyon várjuk, hogy akkor ezek is közkincsé legyenek téve hamarosan. Köszönöm. Hallhassuk és énekelhessük majd ezeket. Hát nagyon köszönöm, Tifi, hogy itt voltál. Nagyon sok sikert kívánok nektek a Hiding Place-szel, gyülekezeti szolgálatban, dicsőítésben, meg a magánéletetekben is. Köszönöm szépen a történetedet. Nagyon köszönöm, köszönöm, hogy itt lehettem. Önöknek is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Örülök, hogy megismerhették Tifit és a zenéjüket. Hallgassák. Várom önöket jövő héten is, viszontlátásra.